Január 22-én és 23-án rendezi meg a Naima János Egyetem GANF műszaki és informatikai karának logisztikai mérnöki alapszakja a negyedik egy nap alatt a logisztika körül című 24 órás logisztikai versenyét. A megmérettetésre 11-től 15. osztályos középiskolás diákok jelentkezését várják. A verseny célja, hogy betekintést engedjen a műszaki terület és a logisztika iránt érdeklődő diákoknak a logisztika világába, ezzel elősegítve pályaválasztási döntésüket. A megmérettetésre bármely középfokú oktatási intézményből lehet jelentkezni. A 11-től 15. évfolyamos tanulóknak három fős csoportokban kell versenyezniük, viszont egy csapattagjai, különböző iskolák és különböző évfolyamok tanulói is lehetnek. Idén online formában folytatják a hagyományos rendezvényt, ami számos érdekes logisztikai feladattal és játékkal várja a résztvevőket. A 24 órás verseny résztvevői értékes díjakkal gazdagodhatnak, az első helyezett csapat körülbelül 100 ezer forint értékben kap díjat. A részletes versenykiírás és a jelentkezési lap elérhető az egyetem honlapján és a Kecskeméten tanulok logisztikát nevű Facebook oldalon.